Érdekel a vasi, az országos és a nemzetközi futball? A vasnépes sportrovata Pumandrás szerkesztésében összefoglalja számodra a hét legfontosabb, legszínesebb futballhíreit néhány percben. Akkor kezdjük! Jótékonysági mérkőzést vívott a Balatonparton a szombathelyi haladás MB2-es labdarúgó csapata. A vasiak badacsonytomajon léptek pályára, és 15 núra nyertek a Veszprém vármegyei másodosztályban szereplő ellenfelük ellen. A Bazacsonytomaj két játékosa is költséges műtét előtt áll, a hazai klub pedig a mérkőzési jegy és tombola bevételét a két futbalista műtétjének költségeire ajánlotta fel. A haladás játékosai, szakmai stábja és vezetősége is gyűjtött pénzt, amit Rácz Barnabás csapatkapitány a meccs előtt adott át a hazai klubnak. A vasia ezen kívül a tombolára egy dedikált haladásmeszt és dedikált labdát ajánlottak fel, és Halirelikviákat relikviákat vittek a tomaiaknak, akik szintén megajándékozták a zöldfehéreket. A meccs után a hazai klub vacsorán látta vendégül a szombathelyi haladást. Jovics mester csapata hétfő 20 órakor a Budapest honvéd ellen otthonában vív bajnokit. Öt gót kapott a haladás VSE MB3-as labdarúgó csapata Sopronban. Az addig nyeretlen és gót sem szerző hazaiak öt egyre legyőzték a gyenge napot kifogó, sok hibát vétő vasiakat. Fél már a csoportkörben van a bajnokok ligájából kizúgó Ferencváros. A Fradi 4 0 nyert a Litván Zalgiris Kaunas otthonában, az Európa Konferencia Liga főtáblájára kerülésért folytatott párharc első felvonásán. A zöldfehérek második gólját a Szentpéterfai származású Varga Barnabás szerezte 11-esből. Az angol élvonalbeli labdarúgó bajnokságba feljutó Burnley szerződtette az U20-as angol válogatott középpályást, Aaron James ramsey az Aston Villától. A játékost új klubja az új rendhagyó módon Barbie filmmel mutatta be. Az angol élvonalbeli labdarúgó bajnokság második fordulójáról szóló elemzésében a statisztikákkal és az elemzéssel foglalkozó Opta azt írta, hogy a Liverpoolhoz az RB leipzig 70 millió euróért szerződő Szoboszlai Dominik az idény igazolása. Az Opta szerint Szoboszlai nagyon hirtelen a középpálya meghatározó játékosává vált. Mint a cég írja, fantasztikus munkát végzett azzal, hogy sokszor vitte előre a labdát, és gondoskodott róla, hogy csapata az ellenfél tér felé játszon. Nagyon gyorsan a Liverpool fontos tagja lett, ebben az idényben 11 lövéssel végződő nyílt játékhoz járult hozzá, és ez holt versenyben a második legtöbb, Luis Diaz mögött. A gyorsaság, amelyet az anfield mutatott, hihetetlenül lenyűgöző és kulcsfontosságú lehet a Liverpool idénybeli céljai miatt. Ezek voltak a hét legfontosabb sporthírei. Ha hasonló tartalmat keresel, like a val.hu Facebook és Insta oldalát, és keres fel hírportálunkat a wwwvaolhu És ne feledd, várunk egy hét múlva is. Mi itt leszünk.